Sziasztok! Ezúttal a középkor talán legnagyobb irodalmi teljesítményéről és annak szerzőjéről lesz szó, ami nem más, mint Dante és az isteni színjáték. Lássuk is először, hogy ki volt ez a Dante Alighieri nevű szerző, aki tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni erről a műről, aki ezt a grandiózus szöveget megalkotta. Dante, mint láthatjátok a dián, Firenzében született, Firenze az ekkori Itália egyik legfontosabb városa volt, nagyon gyors fejlődésen ment keresztül, egy pénzügyi és kereskedelmi központ volt, ez természetesen nagyon nagy gazdagsággal is járt. Történelemből talán emlékeztek rá, ekkora, ebben az időben zajlott az a hatalmi harc, ebben az időben zajlott a hatalmi harc a pápaság és a német-római császárság között, és ez Firenze városát is megosztotta két nagy politikai pátra szakadt Firenze lakossága, voltak az úgynevezett gelfek, ők származásukat tekintve inkább polgárok voltak, és ők a pápát támogatták ebben a szembenállásban, és Dante családja is ebbe a pártba tartozott. De egyébként majd látni fogjuk, hogy a Gelfeknek is volt egy radikálisabb és egy kevésbé radikális ága, Dante a kevésbé radikális ágba tartozott, ebből lesz majd a baj, de ne szaladjunk ennyire előre. A másik pártot pedig Gibelineknek nevezték, ők főleg nemesek voltak, és a német-római császát támogatták ebben a harcban. És ez egyébként nem egy egyszerű politikai szembenállás volt, hanem itt ez bizony élethalál kérdése volt sokszor, hogy melyik párt került hatalomra. Dante idején éppen Gelf párti uralom volt Firenzében, és ő nagyon komoly politikai karriert is befutott, tulajdonképpen a város egyik elöljárója lett, tehát tényleg elért a csúcsra. Azonban vitába keveredett a saját Táborával, a saját párthíveivel, mégpedig a, a radikálisabb Gelfekkel. Dante ugyanis próbált kiállni Firenze szabadságért. Nem akarok ebbe belemenni. Az a lényeg, hogy végül menekülnie kellett, mert távollétében. Mági halára ítélték, tehát és lerombolták a házát, tehát maga mögött hagyta a Firenzét, és nem is tért vissza soha uh, haláláig, meg halála után sem, mert az az érdekes, hogy hogy már rég rehabilitálták Dantét, de Ravennában halt meg, és Ravenna még a hanvait is félt kiadni, nehogy, nehogy a pápa haragja, lesújtson valamilyen módon Dantére, Dantéra a még haló is. Szóval ezek elég-elég veszedelmes idők voltak, tehát az egyik dolog a számüzetés, ami Dante életének meghatározója. Mint mondtam, Ravennában halt meg végül, tehát nem tért vissza soha többé Firenzibe. A másik fontos esemény, az pedig egy szerelem, ami egy egészen furcsa éteri szerelem, amiről a lány egyébként valószínűleg nem is, nem is nagyon tudott. Életének szerelmét úgy hívták, hogy Beatrice, és a kis Dante kilenc éves volt, amikor ezt az egy éve fiatalabb lányt, megpillantott az akkor 8 éves beatrice megpillantotta a templomban, és onnantól egy egész életre szóló szerelem lobbant benne ez iránt a, ez iránt a lány iránt. Azonban nagyon fontos, hogy, hogy Beatrice sokkal inkább egy szimbolikus nő alak, tehát az isteni tisztaságnak valamiféle jelképe, mint sem húsvérnő, és viszonylag fiatalon, fiatal asszonyként meg is halt Beatrice, tehát mondom, nem is tudott erről a, erről a rajongásról, férhez ment, és aztán viszonylag fiatalon meghalt, és Dante pedig egy Új Élet című műben állított emléket Beatricinek. De ő majd egyébként az Isteni Színjátékban is nagyon fontos lesz, hiszen a harmadik részben, a Paradicsomban ő lesz az, aki kalauzolja Dantét. Egyébként maga, maga a szerző később megnősült, és gyermeke is, is születtek, tehát hangsúlyozom, hogy ez, hogy ez nem egy igazi húsvér szerelem volt, hanem sokkal inkább egy szellemi kapcsolat, és Beatrice sokkal inkább egy, egy, idealizált, tulajdonképpen allegórikus nőalak volt, mint sem húsvér lány, vagy később asszony. Na de nézzük az isteni színjátékot, Dante legfontosabb művét. Ez egy, tényleg egy monumentális terjedelmű szöveg, több mint 14 ezer sor, hosszabb, mint az Iliász egyébként. El is tartott egy darabig, amíg elkészült, összesen 13 évig dolgozott rajta Dante. Az eredeti cím, címe az volt, hogy komédia. Ez érdekes, mert nem egy drámai műről van szó, majd később erre még kitérünk a műfajára. A komédia az pedig elvileg a drámai műfajok egyike, de mégis ezt a címet választotta Dante, mert hogy szomorúsággal kezdődik, és boldogsággal végződik, ez pedig az arisztotelészi definíció alapján ráírlik a komédiára, tehát ő egyszerűen csak komédiának nevezte el, vagyis végjátéknak nevezte el, színjátéknak nevezte el ezt a művet, és később aztán Bokacsó lesz az, aki az isteni jelzőt elé rakja. Bokacsó volt ez, aki egyébként Dante életrajzát is megírta később. Tehát az a lényeg, hogy nem maga Dante volt ilyen magabiztos, hogy isteni színjátéknak nevezte volna el a saját művét. Ami nagy újdonsága ennek a szövegnek, hogy ez már nem latinul íródott, hanem, hanem Dante nyelvjárásában, az olasznak a toszkán nyelvjárásában, és ezzel tulajdonképpen meg is alapozta az irodalmi olasz nyelvet. Ha magát a sztorit nézzük, akkor ez tulajdonképpen egy túlvilági utazás. Azzal indul a szöveg, hogy a, a beszélő, a mesélő, ugye úgy fogalmaz, hogy az ember élet útjának felén egy sötét erdőbe keveredett, tehát tulajdonképpen nagyon szép költőnyelven leírja azt, amit ma életközepi válságnak szoktak hívni, vagy midlife crisisnak szoktak hívni, és akkor elindul egy szimbolikus utazás, ugye megkísértik először különböző bűnök, a, a bujaság, a, a mértéktelenség, a hiúság és aztán pedig társul szegődik mellé Vergilius, és elindul egy hosszú-hosszú utazás, ami tulajdonképpen egy allegórikus utazásnak is tekinthető, hiszen ez egy nagyon erősen filozófikus szöveg, nagyon nehéz is olvasni már egyébként a mai olvasónak. Tehát ez egy allegórikus, egy jelképes utazás, tulajdonképpen arról szól, hogy az emberi lélek az hogyan juthat el a megtisztuláshoz. Mint mondtam, a három részből kettőben a vezetője Vergilius, a harmadikban, a paradicsomban pedig Beatrice veszi át az ő kalauzolását, hiszen a pogány Vergilius az nem léphet be a paradicsomba. Amiért ez ilyen fontos lett ez a szöveg, kultúrtörténeti vagy irodalomtörténeti szempontból, az tulajdonképpen olyan, az, az, az tulajdonképpen amiatt van, hogy olyan, mint egy enciklopédia. Tehát kis minden benne van, ami Dante korában érdekes lehet. Akár a történelmet nézzük, akár az irodalmat, a kultúrát, de egészen a, a napi ö, aktuálpolitikai alakok, utalások is vannak benne. Éppen ezért nagyon nehéz olvasmány is ma már a ma olvasó, olvasója számára, mert olyan mély Műveltség kell hozzá, ahhoz, hogy minden utalását értsük, ami manapság már tényleg csak az irodalommal nagyon-nagyon komolyan foglalkozókban van meg. De ez Dante korában is egy nagyon sűrű, nagyon nagy műveltséget mozgató szöveg volt. De nyilván régen azért az egyszerűbb olvasók számára is több minden volt érthető belőle. Na beszéljünk egy picit ennek a szövegnek a műfajáról. Nem megyek bele a részletes elemzésbe, mert nem csak a szöveg hosszú, hanem az elemzés is nagyon hosszú lenne. Tényleg csak utalásszerűen néhány keretet, egy kis valamelyes keretet adunk ahhoz, hogy ezt esetleg az órán részletesebben foglalkozzatok vele. Na, tehát nézzük a műfajt. Mint mondtam, maga a cím is egy műfaji meghatározás, hiszen az a címe, hogy, hogy színjáték, vagy eredeti címén komédia de ennek nem kell bedölni ennek a, ennek a címnek, mert egyrészt nem egy vidám szövegről van benne szó, tehát ha valaki azért kezd bele, mert azt hiszi, hogy tércsapkodva fog kacagni, az csalatkozni fog. Egy pillanat meg kell állítsam a videót, mert a macska elkezdett nyávogni. Tehát az Isteni Színjáték műfaja, műfaja az eredeti cím szerint komédia, de valójában azonban elég nehezen meghatározható. Alapvetően azért az epika műnemébe sorolódik be, hiszen, hiszen van egy végigvonuló történet történetszál, és baromi hosszú is egyébként de tulajdonképpen mindhárom műnemből vannak benne sajátosságok. Úgy lehetne meghatározni, és a tankönyv is azt hiszem van ilyesmit ír, hogy egy epikus keretbe foglalt lírai filozófiai költemény. Na vegyük ezt szépen szét, hogy mit értünk ez alatt, mert semmi értem úgy bemagolni ezt a műfai meghatározást, hogy nem értitek a benne lévő szavakat. Tehát az epikus keretbe foglalt, az azt jelenti, hogy van benne történet. Itt lemaradt egy van szócska a diáról elnézést, tehát hogy alapvetően egy történet megy benne végig a lírai, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon személyes. Tehát tulajdonképpen a saját lelkébe tett utazást írja le Dante, és, nagyon, és filozófiai azért, mert nagyon elvont kérdésekkel foglalkozik, hogy mi a boldogság, mi az erény, hogyan tisztulhat meg a lélek. És költemény, mert hogy versben van íródva. Tehát így lehetne meghatározni a műfaját, én találtam olyan műfaji besorolást, ahol eposzként azonosították az Isteni színjátékot. tulajdonképpen ráillik azaz, az a leírás is, hiszen történetet mond el baromi hosszú és versben van megírva, de azért nem tipikus eposz még, ha így is határozzuk meg. Tehát ennyit a műfajáról. Nagyon érdekes a... Az isteni színjátéknak a kompozíciója, a, a szerkezete, ahogy az egész föl van építve, egy nagyon-nagyon-nagyon gondosan kidolgozott uh, építmény. Egy szavakból épített, nem tudom, katedrális az egész. Mint mondtam, uh, nagyon hosszú, tehát több mint 14 ezer sor, és az egész szerkezetet a számmisztika határozza meg, mégpedig konkrétan a hármas szám áll a mű középpontjában. Ez nyilván nagyon sok mindenre utal, a három az nagyon régóta egy mágikus szám, de hogyha a keresztény kultúrkört nézzük, akkor nyilván a Szent Háromság az, amit leginkább szimbolizál a hármas szám. Három részből áll az isteni színjáték, Mind a három rész a stella, vagyis csillag szóval zárul az eredetiben. Mind a három rész 33 énekből, plusz egy bevezető énekből áll, ez így összesen 100, de láthatjuk, hogy a három az elég intenzíven van jelen, a 33-as számban is. Aztán az egyes részek is, ugye a három rész az, az a három túlvilági birodalomban játszódik, a pokolban, a purgatóriumban, ami a tisztító tüzet jelenti, és a paradicsomban. Ugye a hagyományos keresztény öm, képzetkövet szerint nagyja így néz ki a túlvilág, most ebben nem menjünk bele részletesen, de az a lényeg, hogy az isteni színjátékban ez, ez tulajdonképpen földrajzi pontossággal van ábrázolva, tehát a pokol az egy, az egy, a föld középpontja felé szűkülő tölcsér, és a földnek a túloldalán emelkedik a purgatóriumnak a hegye, amely fölött pedig az égnek, a paradicsomnak a különböző szférái vannak. Szóval ez tulajdonképpen mint egy, mintha egy ilyen földrajzkönyv lenne, ez nagyon pontosan le van írva a paradics, az isteni szíjátékban. Na tehát az egyes részek is mind háromszor három, vagyis kilenc részből épülnek föl, a pokolnak kilenc köre van, a purgatóriumnak kilenc gyűrűje, a paradicsomnak pedig kilenc ege, és a macska most pedig beszeretne jönni, miután ki. Szóval mindhárom rész háromszor három 3 szakaszból áll, 9 kör, kilenc gyűrű, illetve 9 ég. És a hármas szám az a verselését is átjárja az isteni színjátéknak. Szerintem az egyik leglenyűgözőbb dolog ebben a szövegben, az, ahogyan, ahogyan a verselés így végig hömpölyög. Úgy hívják ezt a strófa típust, amiben íródott az Isten széletek, hogy tercina, ugye a tercina szóban is benne van a hármas szám. Ez egy háromsoros strófa, és a rímképlete az egy végtelenségig folytatható rímképlet, ABA, CBC, CDC, és így tovább. Tehát minden tercinának az első két sora rímel egymásra, és a középső sor pedig a következő verszak első sora lesz, és így tovább. Tehát egy nagyon érdemes beleolvasni egyébként, egy ilyen nagyon-nagyon hömpölygő verselése van. Magyarul Babics Mihály fordításában vált ismerté, és hát miért lehet mondani, hogy lefordítani az isteni színjátékot is, ha nem is olyan nagy munka, mint megírni, de azért egy nagyon-nagyon komoly, komoly munka. Tehát Babics Mihály munkásságának a saját költészete meg az irodalom munkássága mellett az egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy lefordította az isteni színjátékot, és többek között ezért is kapta meg a, a Sanremo díjat élete végén. Na, kicsit elkanyarodtunk Dantétól, tehát egy nagyon, nagyon grandiózus és nagyon finoman Cizellát szerkezete van ennek a szövegnek. És amiről leginkább beszélni szoktak az Isteni Színjáték kapcsán, hiszen a ma olvasója számára talán a legérdekesebb, vagy a leginkább követhető rész az a pokol. Bevallom, én se olvastam végig az egész isteni színjátékot, az egyetemen el kellett volna, de valahol a purgatóriumnak a, közepét közepe táján föladtam, mert ott már annyira, annyira allegórikus és annyira olyan figurákkal van tele, amiket, amik nekem már nem nagyon sokat mondtak, ahhoz meg nem volt kedvem, hogy minden egyes szereplőt ki kutassam, hogy kicsoda, hogy bevallom, én is feladtam a purgatóriumnál, szégyen gyalázat. A pokol viszont, viszont, egész, jól, egész jól olvasható a ma olvasója számára is. Ugye amikor Vergiliusról tanultunk, a Vergiliusról szóló videóban is elhangzik, hogy annak az oka, hogy ő lesz a kísérője a, a narrátornak ebben a szövegben, az az oka, hogy ha emlékeztek, Vergiliuszt egyfajta pogány szentként tisztelték a középkorban, hiszen az egyik eklógájában kvázi megjósolta, a negyedik eklógában kvázi megjósolta Jézus születését az utókor felfogása szerint. Tehát um, Vergilius kíséri el erre az utazásra, a pokolban és a purgatóriumban. Ő maga Vergilius egyébként a, a pokolnak a leg, külső tornácán van a kereszteletlenek között, hiszen hiszen neki annyi a bűne, hogy pogány volt ha megnézzük a, a poklot akkor mindjárt kinagyítom ezt a e, fotót tehát a pokolnak az elrendezése az tulajdonképpen a középkori keresztény világképet tükrözi és ezt szerint ha megnézzük a legkevésbé súlyos bűn az, az a mértéktelenség, tehát hogyha, hogyha valaki nem tud mértéket tartani valamiben, akár legyen szó szerelemről, vagy ételről, italról, vagy mondjuk az anyagi javakról, az a, úgymond a legkevésbé enyhe bűn. A leges legsúlyosabb bűn az pedig az árulás. Tehát, hogy mondjam, még, a, még, még az erőszak tétel, még a gyilkosság is enyhé bűnnek számít, mint hogyha valaki csal átvermásokat megvezet másokat, és a leges-leges legsúlyosabb bűn, hogyha el tudjátok olvasni, azok vannak a pokol legmélyen, közvetlen Lucifer előtt, akik, akik olyan embereket vettek át, akik, akik bíztak bennük, tehát ugye ezt hívjuk árulásnak. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt már összekapcsolódik az antik és a keresztény mitológia, hiszen egy csomó kereszt, vagy csomó ókori utalás is van benne, így például a, a Flegeton folyó, a Lángoló folyó, de például az Akeron is ugye a görög mitológiából ered, és magát, Lucifert pedig több helyen disznek hívja Dante, ami Plutónak a másik elnevezése a római mitológiában, és Plutó pedig, mint tudjuk, Hádésznak feleltethető meg. Tehát itt már, itt már össze, összefonódik a az antik és a keresztény műveltség. És az is érdekes még, hogy, hogy ugyan, mint mondtam, a, keresztény vallásnak a világszemletét vagy erkölcsét tükrözi ez a szöveg, de azt is meg lehet figyelni, hogy, hogy a narrátor, nevezzük most Danténak, ilyen műhely fogalommal, de ugye erről már beszéltünk a többször is, hogy nem feltétlenül feleltethető meg a narrátor a életrajzi szerzőnek, zárva Tehát a, a narrátor viszont nagyon sokszor együttérzően ír a bűnösökről. Ez különösen a Paolo és Francesca történetében jelenik majd meg, amit majd talán fogtok olvasni óránt is. Tehát az a lényeg, hogy, hogy, hogy a pokolban, ahol, ahol bűnösök, olykor gonosztevők is vannak, ott sem ítélkezik olyan erőteljesen Dante, hanem nagyon sokszor empatikusan ír az ott szenvedő lelkekről. Tehát, tehát tulajdonképpen átérzi azt a szenvedést, amit ők éreznek. Érdekesség egyébként, hogy Odysseus, igen, ezt akartam még elmondani, hogy Odysseus is a rossz tanácsadók között van, tehát ő már eléggé, eléggé lent van, hiszen a, a trójai faló és trója bevétele az, az bűnnek számít. Tehát tulajdonképpen ő is a, ő is a, a csalók között van, és találkozik is, beszél, és beszél is vele egyébként. Dante ezen az utaz, ebben az utazásban. Na, megint elszaladt az időnk, úgyhogy nagyon-nagyon összecsapva, nagyjából ennyit az Isteni színjátékról. Sziasztok!